harangoznak délre, jó 12-re. Ó, hér mondja Bogár Imre, álljál fel a székre. Fölállott a székre, fölsóhajt az égre. Jaj, Istenem, sok rablásim most jutnak eszembe. Leapadt a Tisza, csak a Sara maradt. Meghalt szegény Bogár Imre, csak a híre maradt. Tóth Vázsonyi csárda, nem az Isten háza, ott múlott a Sobrióska, kilenced magába, kilenced magába, szivar a szájába. Háromszor is körüljárta, mégse gyújtott rája. Kocsmárosné hallja, van-e söre bóra, söröm is van, borom is van, betyárok számára. Nem vagyunk betyárok, csak rabló zsiványok, szegényeket gazdagítunk, gazdagot rabolunk. Szagos a rozmarin, földre hajlik az ága, pántlikás kalapó, hideg szél fújdogálja. Fújja a szerő, úgysem soká, fújdogálod már, mert a Ferenc Jóska katonája leszek már. Sebesen forog a magyar gőzös kerek, mikor a belseje rekrutáktól van tele. Egy barna lány sírva kéri a mozdonyvezetőt, hogy hozza vissza néki a rekruta szeretőt. Egy barna lány sírva kéri a mozdonyvezetőt, hogy hozza vissza néki a rekruta Thank you.
tagjai nem először hozták el munkáikat, alkotásaikat hozzánk. 2020-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából mutatkoztak be ebben a teremben, és megtiszteltetés számunkra, hogy ma ismét itt köszönhetjük őket. Kollégáimmal együtt valljuk, hogy zűrzavaros, értékválságos, káosz felé tartó világunkban rettenetesen nagy szüksége van mindnyájunknak arra, hogy tisztában legyünk azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk és hová tartunk. Ha élünk a felkínált lehetőségekkel, akkor életünk szilárd alapukra helyezéséhez, identitás tudatunk megőrzéséhez hozzásegíthetnek az ilyen elhivatott, értékteremtő, alkotó csoportok, mint amilyen a Veszprém megyei Népművészeti Egyesület. E nagymúltú, rangos közösség szívügyének érzi, hogy nemzeti kultúránk legmélyebbre nyúló gyökerét, a népi kultúrát őrizze, éltesse és átörökítse. Felkérem az Egyesület elnökét, Farkas Balázsné, Petrikovszki Mariannát, nyissa meg a kiállítást! Tisztelt igazgatóasszony, kedves vendégek, alkotók, érdeklődők! Örömmel állok ismét önök előtt, előttetek, és igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy pár gondolattal köszönhetem a Veszprém megyei Népművészeti Egyesület elnökeként a kiállítást. Az elmúlt időszak mindannyiunk számára nagy kihívás volt. A korlátozó intézkedések, a bizonytalanság töltötte be szívünket. Ezért is köszönöm, hogy amint lehetett, a felkérésnek eleget téve be tudunk itt most mutatkozni új kiállításunkkal. Pár mondattal szeretném bemutatni egyesületünket, hisz 40 éve működünk. Kezdetben 1982-ben szervezeti egységként, majd 1990-ben alakultunk egyesületté. Azóta 1999-től közhasznú egyesületként működünk. Jelenleg 84 tagunk van, akik az egész megye területén élnek és alkotnak. Közöttünk megtalálhatók a népművészet mesterei, ifjú mesterei, akik munkásságuk, tevékenységük alapján hungarikumok. 24 népiparművész alkotunk, Prima Junior díjas, Király Zsiga díjas, Aranykoszorú díjas, Magyar Kultúra lovagja, Magyar Kézműves Remek díjas alkotónk van. Munkásságukkal találkozhatunk a települési és megyei értéktárban, valamint az általuk működtetett nyitott műhelyekben, szakköri foglalkozásokon. Vezetőségünk évek óta folyamatosan pályázik, és sikeres pályázatainknak köszönhetően a megye számos pontján be tudunk mutatkozni. Így a Fonók Világa című sorozatunkkal egy éven keresztül Pécsen, szülőfalunkban, havi rendszerességgel a jeles napokhoz kapcsoltan mutattuk be hagyományainkat előadások és mesterségbemutatókon keresztül, ahol partner volt a helyi önkormányzat, a hagyományőrző óvoda, a nyugdíjas klub, a lányok asszonyok köre, a Balatonfüredi Borrovadrend helyi tagjai. A Csak tiszta forrásból című sorozatunk is a 10. helyszínén van túl. Itt minden alkalommal kiállítással mutatkozunk be, melyet szakmai konferencia követ. Kiemelt téma mindig az adott tájegységre jellemző népi kismesterség hagyomány bemutatása. Így mutatkoztunk már be Sümegen, Zircen, Tapolcán, Pápán, Balatonfüreden, Várpalotán, Debecserben, Veszprémben, Magyarpolánban, Balatonkenesén. A Csóri Sándor alap által kiírt pályázatán a népművészeti hagyományaink Bakonytól a Balatoni című programunkkal mutatkoztunk már be Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban, Balatonkenesén, Farkasgyepűn, Hajmáskéren, Magyarpolányban, Takácsiban, melynek célja a hagyományőrző, tárgyalkotó népművészeti közösségek megerősítése, a tudás átadás elősegítése. Itt a kiállításon az Egyesület 22 tagja és két alkotó csoportja vesz részt. A kiállításban régebbi és új remek műveket is megcsodálhatunk. Györfi István szerint a népi iparművészek feladata, hogy a magyar nép porba hullott kincsét, ezt a páratlanul szép és gazdag, minden ízében magyar ornamentikát felemelje, magáévá tegye és továbbfejlessze. A kiállított alkotások tökéletesen megfelelnek ennek a meghatározásnak, definíciónak. Láthatunk hagyományos alkotásokat, és láthatunk új megfogalmazásokat is. Ezzel is bizonyítva és alátámasztva azt,
hogy a népművészetnek nem csak a múzeumokban a helye, díszítménykincsünknek nem szabad az életünkből eltűnnie. Ezért felbecsülhetetlen értékű az alkotók munkája, munkássága, tevékenysége, hiszen ők teremtik meg annak lehetőségét, hogy életünk részét képezhessék ezek a csodálatos, varázslatos, sokszor már-már misztikus tárgyak. Köszönöm mindenkinek a tevékenységét, munkásságát, kitartását, rátermettségét és elhivatottságát. Azt a nyelvet és kultúrát, melyet rövid időre örökbe kaptunk, új szellemmel fényesítve háborítatlanul át kell adni utódainknak. Ez a kötelességünk, kissé lehajtani a fejet, de a szívet azt föl barátaim. A megnyitó végén minden jelenlévő alkotó, valamint a műsorban közreműködők ajándékot kaptak. Rendezvényzárásaként az érdeklődők különböző mesterségbemutatókat tekinthettek meg, többek között a bőrözést, fafaragást, szalmafonást és a szövést. Valamint vendégül látták őket üdítőkkel, borokkal és pogácsával.